Sziasztok, köszöntünk ismét mindenkit a Hamis 9-es beharangozós tippműsorában, amelyben NB2-es és NB1-es mérkőzésekre fogunk tippelni, illetve beharangozzuk a saját csapatainkat, hogy vajon mit játszhatnak majd a hétvégén. Sanyival, Balázsral, Zolival, Ágostonnal, Józsival, illetve velem Csibúval találkoztok most ebben a videóban, a mi tippjeinket hallhatjátok, de a többiekét is megnézhetitek a Discord szerverünkön, és ne felejtsetek el ti is tippelni ezekre a mérkőzésekre. Kezdjünk az NB1-jel! Kisvárda-Újpest megcserélt találkozó helyett, most ugye Újpest-Kisvárda lesz. Igen, hát a gombák közbe szóltak, úgyhogy a tavalyhoz hasonlóan ismét pályaválasztói jogot cserélünk, és hazai pályán fogadjuk a péntek esti fociban a Várdát. Ez legutóbb nagyon jól bejött, mert egy 4-est vágtunk nekik, és azt gondolom, hogy most is egyértelműen mi vagyunk a meccs esélyesei. A várakozásaimban benne van, hogy ugye Tim Hall visszatér, bár szerintem nem lesz a kezdő csapat tagja, a Fehér Csanád nagyon jó helyettesítette. A támadóink most újra gólképesek voltak, ugye Ambróz is betalált, Csobot is betalált, remélhetőleg Tamás Krisztián sérülése nem súlyos, Onovo biztos, hogy játszani fog, ugye ő csak egy ütést kapott, amiatt kellett lecserélni, ergo a középpályánk meg lesz. Én nem egy túl nagy gólarányú, viszont legalább 2 gólos győzelmet tippelek, ami legyen egy sima 2-0, mindkét fél időben egyet-egyet adjunk nekik, és akkor ilyen megnyugtató helyezéssel mehetünk majd a tavaszi szünetre. Tavaszi szünet? Hol van még az? Bocsánat, a válogatott szünet, igen. Szerintem nem rossz az Újpest most, de egy góllal rosszabb tőlünk, úgyhogy 2-1. Minket 2-1-re vertek, akkor most szerintem a Várdát is 2-1-re verik a lúzsáson. 2-0. Tartom, 2-1. Hát akkor én eltérek tőletek, hogy előrébb végezhessek majd a tippjátékban. 1-1. Egyébként a péntek esti fociknak, amit kiszámoltuk, azt hiszem, hány forduló volt, 5-ből 3x volt, tehát hogy nagyon gyakori az x az első péntek esti meccsen. A második mérkőzés viszont MTK Diósgyőr. Hát igen, erre a párosításra, hogyha a legutóbbi összecsapásunkra visszagondolok, akkor azért keserű pirulát kell lenyelnem, hiszen ott azért kikaptunk, bár szerintem nem játszottunk rosszul, és ugye ott voltak ezek a mindenféle kezdőrugás események, meg utána ment a propaganda, hogy mennyire kitömött minket az MTK, aztán ők ott, nekünk ott eldődült a rajtpisztoly, nekik meg besült, úgyhogy mindenképpen egy ilyen kiérezett csatára számítok, és tartok is ettől a mérkőzéstől nagyon. És hát az eszemmel tippelek, és azt mondom egyébként, hogy a következő két meccsen 4 pontot fogunk szerezni, de azt gondolom, hogy ez 1-1 lesz. Én is egy éles, odavágogatós 2-2-t, tehát X-et tippelek. Én is X-et tippelek, de viszont csak 1-1-et. 1-1, és a kezdőrúgást kivédi a kapus. 2-1, Némó lövi az egyiket. Legyen 1-1 ez a mérkőzés is nálam. Paks-Fehérvár a harmadik meccs. Hűha. Ez mindig hazai szokott lenni, úgyhogy 2-1. Én is azt gondolom, hogy most a Paks nyer, de rúg egyet a Fehérvár, úgyhogy 2-1. Változatosság kedvéért 2-1-es paksi győzelmet várok. Akkor én meg 3-1-et mondok. Megőrülsz. Atom támadás kontra atom védelem. 0-1 Fehérvár. Már kinek van az atomvédelme annak a Fehérvárnak, ami nem is tudom hány gólt kapott az első 4 meccsen? Jó, hát... Attól most, még atom... most, most atomvédelem, most atomvédelem. Atomjaira szedték őket. Hát ha már Paks, pontosan. Meccs. Tippelek én is, és nem térek el a sémámtól, 1-1. Mezőkövesd, Felcsút a negyedik meccsünk. 0-3, Koli 3. Hát ez egy meglepetés, 0-0 lesz. Sárga kék 2-0-as győzelem, viszont itt a Felcsútiak fognak ürülni a végén. 1-2-t mondok. 1-1. 1-3, és szerintem ezután edzőváltás lesz a Mezőkövesdnél majd a szünetben. Zete, Ferencváros. Kezd mondjuk te Ágoston, aztán pedig majd Józsi. Hát,
Hát ha szurkolói oldalról nézem, akkor ez egy általában a Fradi szempontból ez egy jó, nagyon várt mérkőzés szokott lenni, és most az elmúlt meccseket ellentétben ez egy normálisabb időpontban lett rakva, tehát ez a vasárnap késő délután az még a normálisabb időpontok közé tartozik. Hát a meccs maga, most hát a szívvel akkor azt mondom, hogy annyit rúgunk, amennyit csak bírunk, ha ilyen egészen gondolkozok, akkor meg legyen egy-három Fradi győzelem. Hát most nem tudok más mondani, sem mint Fradi győzelem, de hogy ne legyen annyira csúnya, azt mondom, hogy ugyanúgy 1-3, és megmondom, hogy őszintén, hogy ez lesz az egész szezon nézve, mondjuk erre várni kell, hogy ez a tipp bejöjjön, ez lesz a legnagyobb nézőszámú meccs Zalaegerszegen. Szerintem 1-2, de az Zete gólját az újpesti Kroazé szerzi. Én is 1-3-at tippelek. Szintén 1-3. 0-2. És akkor szerintem a hétvége rangadója a DVSC Kecskemét. Nagyon félek ettől a meccstől. A Kecskemét kispadján is egy olyan szakvezető ül, aki tud meccselni, és már tavasszal is nagyon jól megszervezte a csapatát ellenünk. Úgyhogy most is arra számítok, hogy majd egy ilyen nagyon erős letámadós focival rukkol elő a Kecsó. Félek ettől a meccstől, félek Horváth Krisztófertől nagyon, mert tavasszal is megszivatott minket, most is biztos, hogy extra motivációval jön majd. Hát, ha addigra elhoznánk Suhodolszkit onnan, az kicsit segítene a helyzetünkön. Hát szerintem valahogy megnyerjük ezt a meccset nem szép játékkal 2-1-re. Téged Horváth Krisztófer bábúval kell így ijesztgetni, hogyha valaki meg akar rémíteni. Nagyon-nagyon nehéz meccs lesz. Nem feltétlenül lenne az, csak így, hogy most átalakulóban a csapatba, Bunszki elment, ki tudja, mikor érkezik majd másik csatár. Szóval kell majd nekünk az a válogatott szünet, úgyhogy a papírforma szerintem az egy döntetlen, de előveszem a kincstári optimista énemet, és azt mondom, hogy valahogy 2-1-re nyerünk, de mind a két csapat fog gólt lőni. Szerintem 1-2 vendég. Tavaly is ennyi volt, ugye? A hazai meccsetek. Én is mindkét csapat gól és döntetlenre fogadnék amúgy, és arra is fogok egy-egy. Én is döntetlenre fogadok, viszont van egy olyan érzésem, hogy ez lesz a forduló bugybókás meccse 0-0. Én ezt megkontrázom, mert szerintem ez lesz a forduló meccse, mármint a legjobb. 5-5. Ne, na az Nem, 2-4. 8-8. Ne, 2-4, de abból Horváth Krisztófer 2-t. De csak azért is, vagy azért, mert Szódowski átment, vagy azért, mert Szódowski még nem jött át. Akkor ő lövi a másik kettőt, mi? Ha van rajta kalap azért, ha nincs azért. Csak Jó. egy távolival Köszi megint. srácok, menjünk 3 MB2-es meccsre. Gyirmót, Kazinc, Barcika. 1-1x. 0-1. 0-0 ez is. 0-0. 1-0 Gyirmót. 1-1. Honvéd, Eto'o. 1-2. Hát ez nagyon menni fog a Honvéd. 1-2. 0-2. Ja nem én vagyok. 0-2 szerintem is. Nem, megsuktad neki ezzel. 0-2, és még hozzá akartam tenni, hogy és edzőváltás Kispesten. Jó. 1-3, és szerintem nem lesz edzőváltás ezután se. 1-3-at akartam én is, de így, hogy ezt mondtad, akkor azt mondom, hogy 0-3. Siófok haladás. Hát menjen tovább a haladás lendülete, 1-3. 1-1. Remélem a Balaton partiek behúzzák ezt a meccset, szerintem 3-1-re. 2-1. Hát nevével ellentétben szerintem most megakadás lesz, nem haladás. Szerintem egy szép-szép 0-0 lesz. Nálam ez a
kilenc meccsből a bugybóka meccs, úgyhogy 0-0 nálam is a tipp. Hát ezek lettek volna a mostani tippjeink, ne felejtsétek el Discordon, hogy szavazzatok ti is, mert hogy a tippjátékunk az továbbra is kitart és tör előre. Jelenleg 96 ponttal az élen ez Debrecen és Mr. Lordi 1993. A második helyet így Rézi 13 foglalja el, a harmadikat pedig Fecó 88, 94, illetve 92 ponttal. A virtuális negyedik helyen viszont te szerepelsz, Balázs 91 ponttal, és bár vannak köztetek még más játékosok is, de a tippelőink közül itt van KP Tomi 89-el, tehát kettővel előzöd meg Tamást, és hárommal előzöd meg Bencét, mert hogy ő meg 88 ponttal áll, és megemlítenélek még téged is, Józsi, mert neked meg 86 pontod van, úgyhogy 5 pont a különbség négyütök között, és azért még Ágoston, te is ott vagy 80 ponttal, nem sokkal lemaradva, úgyhogy ez az élmezőnyünk, és már közel 100-an vagyunk a tippversenyben, lehet még továbbra is csatlakozni, nagyon sok forduló van hátra. Köszi a figyelmet, hajrá magyar foci, hajrá Loki, sziasztok! Cső! Sziasztok, hajrá Freddy!